párónak azt úgy, hogy meg fogja emlegetni. Jó estét! Bocsánat, kihez van szerencsém? Báró Tarpataki Kornél. Azt hiszem, én vagyok itthon, és ön? Egy Kubanek Tóbiás hentesmester. A Kubanek? Ja, a Kubanek a Nagy Templom utca 48-ból. Stint. Fölszint jobbra a második ajtó. Kézik emlékez? Hát hogyne, a Matókaházában a híres Kubanek féle disznósajt. Ja, így minden disznósajt. Hát, foglalja a helyet. Köszönöm szépen. Mivel szolgálhatok? Hát, cigaretta, szivar. Ó, ja, cigaretta, szivar, az még nem akarok egy pátára. Likőr, pálinka. Hát nekem jó ez a pálinka, ami itt van, hogy már úgy. Van benne likőr is. Tessék. Egészségére, Kubanek. Ó, köszönöm szépen. Hát, szóval pár úr, én jöttem a katokától, mint a feltaláló. És remélem, hogy ennek a prezentnek semmi köze ez a dolog. Mi az, hogy feltaláló? Hát én találtam fel a katoka a mángorlóba, a kapu alatt. Úgy is, mint gyámapa. Ja, ön a gyámatja, Kató, engedje meg, hogy megszorítsam a kezét. Annak, aki egy gyönyörű virágszálat nevelt a számunkra. Ja, hát ez gyönyörű virágszálat. Meg azok a kis vádlik. Csak váró. Azok a vádlik cepegnéznek itt. Igen, hát nézze, valóban én a Kató, hát azért hívtam ide, hogy egy kicsit ugye elősegítsem a karrierjét. Elősegíteni? De mondja már úr, ezen a katokán van valami nagyon kevés ruha, nem lesz ez egy olyan Schweiner karrier? Ne vicceljen már, drága Kubanek! Lehet, hogy Katóka holnap már az egyik leghíresebb színházunk primadonnája lesz. Primadonna? Hát ez fantasztikus! Holnap? Bizony. Na de mi lesz ma éjszaka? Kérdé, hogy? Hát mert akarok magam mondani pár úr, hogy ez a Katóka, ez nem egy olyan lány, ez nem egy ilyen gyere ide, gyere oda, tedd ide, tedd oda, ez nem tesz, ez nem vesz, és főleg nem tesz. Na nézzük. El tudja képzelni, hogy én is csak a javát akarom, Katókával. Na ja, de csak ez a java éppen lesz az oltáron keresztül kiszolgálva. Tehát ezt egy pillanatra se felejtettem el. Hát én állandóan ezzel foglalkozom, ugye, ezzel a gondolattal. Foglalkozik? Hát persze, hát gondolja, a leghőbb vágyam, hogy Katóka mindent megkapjon, ami a boldogságához szükséges. A boldogság? Persze. Hát mi nem oda ez mindjárt? Hát ez egészen más. Hát ez fantasztikus. Ho-ho-ho, ti lurkók, ravaszt lurkók. Tá már meg is beszéltetik az az eljegyzés. Tessék? Na jó, hát. Én nagyon nem akarok forszírozni, csak ugye ez az öröm vett el, az a rettenetesen az eszemet ugye, meg minden. Ez a gazember most éppen csinált ez a kravált, ugye, és semmi köze nem volt a Katókával, csak az a, csak ő tudja, tanította énekelni, az operázni a Csokos asszonyhoz, én meg sütöttem a sok kurka, a kolbász, mind rohadt rám. Na majd ezt eltesszük az eljegyzésre. Jó? Hát jó, hát jó, jó. És Katókának ez lesz a... A Katókának lesz a hozománya a bolt. Igen, mert én tetszik tudni, a báró úrnak, én tudom, hogy mivel tartozik a bárói címe. Ugye majd ráíratuk a Katókára ez a bolt, és akkor a báró úrnak lesz egy nagyon szép bolt ott a Józsefstadtban, Nagy Templom utcában, és az emberek fogják mind nézni a filmet. Filma? Ja. Hogy Tarpataki és Kubanek. Ne. Kubanek, báró, Tarpataki. A báró lesz középen, hogy ne lehessen tudni, hogy ki a báró. A vicco! Megtalálta Katókát? Hó, hát nem is kerestem. A Katóka van itt, és csinálja tőle az a karrier. Ja? Na, hát miket teszél, Kubanek úr? Úgy látszik maga már egy kicsit itten a pohár fenekére nézel. Nem nézek én senkitől a fenét. Én amikor is látok minden rózsaszínben. Persze. Én meg végre nyugalomba fogok vonulni, és lógatok a lábom, és fogok élni, mint egy páró, költök a nők, és töltök az ital. Kubanek, nem főzni akar! Miért a legfőbb ideje? 22 éve megöszvegyültem a Málikát óta.
ezt már igazán rúghatunk egy kicsit ki abból a hámból. Hogy maga milyen édes? Ha talán még meg is nősülne? Hát, ha találnék egy ilyen megértő női szívüket, amiben lenne melegség egy kicsit, meg egy kicsit őszít a vonzalom. Igen, és meg a... Meg unzóvájtel. Ha találna ilyen őszinte vonzalma? Na, hát azért nem kell mindjárt ugrani bele, fejest ebbe a dologba. Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, Petőfi, így szóval áll. De ő is elterült, egész alá merült, házasság jár ma alá. De éles szavakkal, és a szavakkal újítom meg én a nőt. Meglepett kalapkal, modern karabban, vagyok a megszint karabban. Elviszem Sárnyóba, színházba, autóba. És gyűjtöm a percet, és várom a percet, amikor megkérdezhetem. Na? Asszonykám, hogy egy kis kérdés.